Köszöntöm nézőinket, önök a Pannon Televízió híradóját látják, Víg Gabriella vagyok, fő témáink néhány mondatban. Ültessünk, hogy élhessünk. Országos faültetési programsorozat része volt Komló is. Buszvárót épített az üzem, bekapcsolódott a közösségi közlekedésbe a Királyegyházi cementgyár. Mentesség kedvezmény, nem mindenkinek kell fizetnie a gépjárműadót. Csak nem 700 nevező a borversenyben, magyarországi németek borainak megmérettetése. Ültessünk, hogy élhessünk címmel indított országos faültetési programsorozatot a KDNP. Céljuk, hogy felhívják a figyelmet teremtett világunk védelmére, a fenntarthatóság fontosságára, és hogy valódi cselekvésre késztessék az embereket, közösséget építve ezzel. A program Komlóra is elérkezett, a fákat a közeli Mecsek Jánosi Kálvária dombon ültették el. A Komló melletti Mecsek Jánosiban fákat ültetnek a Kálvária dombra. Az Ültessünk, hogy élhessünk címmel indított országos faültetési programsorozatot a KDNP indította el. Az ünnepélyes eseményen a teremtett világ fontosságát hangsúlyozták a képviselők. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy a Keresztény Demokrata Néppárt egy országos akciójának az utolsó állomásaként is egybe köszönöm szépen a meghívást, hogy itt lehetek, hogy valóban, tehát onnantól kezdve, hogy elültetünk egy fát, ami valójában nem egy fa, hanem ugye 12 fa, és onnantól kezdve, hogy régióba, településen, régióba, országba és Európába egyszerűen a teremtés védelemről együtt kell gondolkodnunk. Azért, mert ez tényleg nem ismer, ez egy olyan téma, ami nem ismer határokat. Hangsúlyozta Hölvényi György, európai parlamenti képviselő. Amikor fát ültetünk, akkor a teremtett világ fontosságára és annak megőrzésére hívjuk fel a figyelmet, mondta Hargitay János, országgyűlési képviselő. Azért jöttünk ide Komlóra, mert én a Mohácsi térség országgyűlési képviselőjeként is ezzel is kifejezni akartam a nagyra becsülésemet azután az önkormányzati politika után, amit a Polics polgármester úrhoz és csapatához kötődik. Rá úgy tekintek, mint aki sikeresen vitte ezt a várost, és a jövőben is meggyőződés, hogy felhatalmazást fog kapni a komlóiaktól ennek a várospolitikának a folytatására. Komló Baranya vármegyei város. A vármegye székhelyen kívül a legnagyobb település 25 ezer lakossal. 15 évvel ezelőtt egy lepusztult város volt, amelyet a kilátástalanság jellemzett, mondta Hoppál Péter országgyűlési képviselő. Ma itt egy szimbolikus eseményen vagyunk, hiszen a KDNP egy országos programot indított el, amely a teremtés védelmének és annak örömének hirdetéséről szól, faültetési program országszerte, amelynek utolsó állomása Komló, és itt a Mecsek Jánosi gyönyörű Kálvária dobon úgy ültettünk 12 a stációkhoz illeszkedő mandulafát, hogy a mandulafa Janus Pannoniusi jelképe is benne van ebben itt a Mecsek oldalában, hogy az első virágzó fák lesznek ezek majd itt a Kálvárián, hirdetve a feltámadást, és hirdetve azt, hogy a teremtés védelmére kell koncentrálnunk. A helyi KDNP kezdeményezésére most a baranyai településeket képviselők egy-egy kártyát kötöztek a fákra, melyel jelképesen jelzik az akcióban való részvételüket. Az eseményen Őri László, Baranya vármegyei elnök is részt vett. Szimbolizálja azt is, hogy együtt gondolkodunk, együtt tervezzük a vármegye jövőjét, és ennek a fának az elültetése azt a fontos gondolatot is magában hordozza, hogy úgy figyelünk oda a bennünket körülvevő teremtett világ értékeire, és úgy szeretnénk ezt a térséget, ezt a vármegyét továbbfejleszteni, hogy közben megóvjuk azokat az értékeket, amelyet az elődeink hagytak ránk, és melyek mi is szeretnénk továbbadni a gyermekeinkre és az unokáinkra egy élhető, szépséges otthont, amelyet Baranya jelent egyébként mindannyiunknak. A polgármester szerint ennek a programnak van egy szimbolikus jelentése is, mert szerinte a helyszín, a Mecsek Jánosi Kálvária domb nagyon is illik ehhez az akcióhoz. Polics József hangsúlyozta, itt már 200 éve is Kálvária állt, de a szocialista időszakban teljesen tönkrement. Pont az előző ciklus végén sikerült kormányzati segítséggel megújítani, és ha a környezetét megnézzük, akkor azt látjuk, hogy az eredeti hársfa végén még ott díszeleg, de a közvetlen környezetében lévő faállomány az kipusztult. Szinte a megújult Kálvária ki
kiáltott egy ilyen segítségért. Ez a program nagyon jól illeszkedik ahhoz a folyamathoz, amelyet már korábban elindítottak. Ez a fásítási akció pedig most rátette a koronát. A rendezvény házigazdái Dalos Tamás kumlói plébános és Polics József kumlóváros polgármestere volt. Buszmegállót épített és adott át a királyegyházi cementgyár. Ezzel is támogatva a munkavállalók és a gyárhoz érkező környezetbarát és hatékony közlekedését. Az új létesítmény hétfőn fogadta az első menetrend szerinti járatot. Királyegyházi cementgyár, olvasható a fedett buszvárón a megálló neve. Néhány perc múlva pedig befutott az első járat ide. A cementgyár vezetői dolgozói érkeztek meg a busszal az új megállóba április 8-án. A cég vezetője azt mondja, régi hiányosságot pótoltak a létesítménnyel. A királyegyházi cementgyár 2011-es indulása óta keletkezett hiányt pótoltuk most be, méghozzá azáltal, hogy elkészült a busz megálló, amihez busz összeköttetés is társult. Ugye ezzel jöttünk ma az első járattal Királyegyházáról, szimbolikusan. Azért fontos ez nekünk, mert ezáltal nem csak a közösségi közlekedést tudjuk támogatni, hanem egyfajta köldökzsinort kaptunk a helyi települések felé. Úgy is fogalmazta az egyik kollégánk ma délelőtt, hogy ez a mi pogányi repülőterünk, és ez volt a mi első müncheni járatunk, úgyhogy most nagyon büszkék vagyunk, hogy most így felpezsdült így a közlekedés a környékünkön. A kapcsolódás a közösségi közlekedéshez a cég programjával is egybevág. Van nekünk egy Office Goes Green, azaz az iroda zöldül nevű programunk, és ennek is egy része az, hogy a fosszilis meghajtású autók helyett a dolgozóink közösségi közlekedéssel jöjjenek. Ez a busz ez még nem elektromos volt, de azért nagyon bízom benne, hogy előbb-utóbb ez is szén-dioxid kibocsátás nélkül közlekedik, viszont tehát az egyfőre jutó szén-dioxid kibocsátás egy sokkal alacsonyabb. Nagyon sok különböző módszerrel közelítették meg az irodát. Volt egyszer egy diákunk, aki például Szentlőrinci vonattal jött, és utána gördeszkával a gyárig. Most azért azt gondoljuk, hogy egy kicsit komfortosabban lehet majd a gyárat megközelíteni. A busz megálló kialakításához a gyárban előállított cementet használták. Az épületben padot is kialakítanak majd, szintén betonból saját alapanyag használattal, illetve a megálló tetejére napelem kerül. Az építmény környezetét pedig parkosították. A cementgyári megálló kialakítása mintegy 4 millió forintjába került az üzemet működtető cégnek. Rövid híreink következnek. Évről évre probléma az építési területekre beköltöző parti fecskék védelme. Ezért körültekintő munkavégzése és megelőzésre figyelmezteti a beruházókat a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A szervezete a két sárfészket építő település faj, a Füst és a Molnár fecske mellett elindította a partfalakban fészkelő parti fecskék és a hasonló költési viselkedésű gyurgyalagokat segítő akcióját is. A téli időszakban erodálódott 1-2 méter magas partfalak március-áprilisban történő függőlegesre forogásával bárki fészkelőhelyet biztosíthat a kolóniák számára. Az ilyen partfalak kézzel és géppel is kialakíthatók, akár a leponyvázott veszélyes fészkelőhelyek pótlásaként is. A fecskés gyurgyalag fészkek adatait továbbá folyamatosan lehet rögzíteni a fecskeles okostelefonos alkalmazásban. Ma van a Nemzetközi Roma Nap. Hivatalosan 34 éve ünneplik április 8-án világszerte a Nemzetközi Roma Napot. A világnapon az egyetemes roma kultúra és identitásra irányul a figyelem, így társadalmi jelentőséggel bíró nap. Az ünnepet hivatalosan 1990-ben a lengyelországi Szedrokban a Nemzetközi Roma Unió 4. Roma Világkongresszusán alapították a roma képviselők első nagy nemzetközi találkozójának emlékére, mely 1971. április 7-e és április 12-e között zajlott Chelsfieldben, az Egyesült Királyság fővárosa London közelében. Közeledik az április 15-ei határidő, ameddig be kell fizetni az idei gépjárműadót. Azonban vannak, akik mentesülnek a kötelezettség alól, illetve kedvezményt vehetnek igénybe. A NAV baranyai sajtóreferense mondta el, kikre vonatkoznak ezek a szabályok. Nem mindenkinek kell gépjárműadót fizetnie, erről beszélt a Baranyai NAV sajtóreferense stábunknak. A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek mentességét a NAV hivatalból veszi figyelembe.
Az alapítvány, az egyesület és a köztestület mentesülhet a gépjárműadó alól, akkor, hogyha az előző évben nem volt gépjárműadó fizetési kötelezettsége, és a GJ adónyomtatványon minden évben bejelentette ezt a mentességet. A környezetkímélő gépjárművek mentességét szintén hivatalból veszi figyelembe a NAV. Mentes továbbá az alapítvány, egyesület, köztestület a tulajdonában lévő gépjármű után, ha az előző évben nem volt társasági adó fizetési kötelezettsége, illetve a GJ adó elnevezésű nyomtatványon minden évben jelezte a NAV felé a mentességet. A szabályozás szerint a gépjármű tulajdonosok egészségi állapota is okot adhat a mentesség megadására. Súlyos mozgáskorlátozottak, valamint az egyéb súlyos fogyatékosság élők, valamint a velük közös háztartásban élő közeli hozzátartozók esetén egy gépjárműre vonatkozhat a gépjármű adókedvezmény. Ebben az esetben a gépjármű teljesítménye a 100 kW-ot nem haladhatja meg, és a gépjárművet nem használhatják taxizásra. A kedvezmény összege 13 000 forint per év. Ebben az esetben a GJ adónyomtatványt kell benyújtani, amelyhez csatolni kell az orvosi dokumentumokat. Ebben az esetben ezt a nyomtatványt nem kell minden évben benyújtani, csak akkor, hogyha a körülményekben változás áll be. Az elektromos, a nulla emissziós gépkocsik és környezetkímélő motorkerékpárok is mentességet élveznek hivatalból, valamint gépjárműadó fizetési kedvezmény illeti meg az autóbuszokat, tehergépkocsikat, nyerges vontatókat, attól függően, hogy milyen környezetvédelmi osztályjelölést kapott. A gépjárműadó befizetési határideje április 15-e. Ebben az évben is megrendezték a magyarországi németek országos borversenyét Mecsek-Nádasdon. A megmérettetés március 19-én kezdődött, és április 6-án ért véget. A közel 700 bort neves zsűri értékelte. Az idei rendezvényről, valamint annak hagyományáról Slap Csaba, a Mecsek-Nádasdi Szőlő és Bortermelők Egyesületének elnöke beszélt. Immáron 15. alkalommal rendezik meg a magyarországi németek országos borversenyét. Óriási hagyománya van. Igazából úgy indult az egész, hogy a Mecsek-Nádasdi svábok indították el ezt a borversenyt nagyon régen, és akkor a magyarországi németek országos képviselete beszállt ez a rendezvény mögé, és most már 15. alkalommal rendezzük meg ezt a borversenyt. Nagyon szép számmal az egész ország területéről érkeztek borok. Közel 700 bor, egész pontosan 697 bor érkezett, melyet szakmai zsűri, az ország területén nagyon híres borszakértők, borbírálók, illetve borszakírókat hívtunk meg erre a versenyre. Két napon keresztül bírálták, napi 45 fő bírálta a borokat nagyon szép eredménnyel. Közel 200 aranyérem született az idei versenyben. Olyan nevező is volt, aki nagy aranyérmet nyert. Ez azt jelenti, hogy a nevezett bor a 20 pontos értékelési skálán 19,5 pont feletti pontszámot kapott. 196 aranyérem, ebből 6 nagy aranyérem volt, 290 ezüst és 149 bronz eredmény született. A rendezvény nem csak az eredményhirdetésből állt. A díjak kiosztása után kulturális műsorral, vacsorával, svábbállal várták a vendégeket. A mai napon itt az eredményhirdetést azt kezdjük, a tűzoltó zenekar fog nekünk játszani, ők melegítenek be, majd a Milich trió fog játszani, és az eredményhirdetés után pedig a Platin zenekar fog játszani egy bált a mai estén. Ezt az eseményt 15. alkalommal rendezte meg a Mecsek-Nádasdi Szőlő és Bortermelők Egyesülete a magyarországi németek országos önkormányzatával közösen. Céljuk ezt a hagyományt továbbvinni. Természetesen minden évben szeretnénk ezt a hagyományt továbbvinni, és szeretnénk, hogy még többen érkezzenek a borversenyünkre. Szeretnénk, hogy minél többen itt legyenek, és még több, ne csak nagy borászatok, hanem a kicsik is egyre több bort hozzanak. Az esti svábbálon a Platin zenekar felelt a jó hangulatért. Találkozások a címe Kéméndi Tamás harmonika művész előadás sorozatának Pécsen a Művészetek Házában. Legutóbb Balási Szabolcs karnagy zeneszerző tanár volt a vendége. Az est zenés-koncertes párbeszédes hangulatban telt, a cél az volt mélyebben megismerni a vendég személyiségét, örömét, a sikerhez vezető útját.
Sokféle tehetséggondozó szál és hangszeres billentyűs múltak közös Balási Szabolcs és Kéméndi Tamás között. A Találkozások című beszélgetős előadás sorozat legutóbbi vendége a karnagy zeneszerző tanár Balási Szabolcs volt. Értékrendjük hasonló, több közös zenélésük volt már. Ja, megindított ezt a beszélgetős, énekelgetős műsort. Nem is értettem először, hogy jövök én a képbe, abszolút. Viszont a közös szál az igaziból az lett, vagy úgy alakult, hogy kerestünk olyan dalokat, amiket az ő harmonikája és az én zongorista kezem egyszerre el tud játszani, úgyhogy mondjuk még a kis fahangomat is hozzátesszük ezért. Ez az ő ötlete volt. Úgyhogy mondtam, és neki ez a szép sorozat, remélem, hogy nem ma fog megakadni. Kiválóan zajlott az előadói est. Két tehetséges, sikeres ember csak jót hozhat össze. Kéméndi Tamás harmonika művész, a sorozat házigazdája elmondta, ezen a rendhagyó koncerten nem csak a zeneműveké a főszerep. Azt szeretné, ha a közönség megismerni a személyt, az embert, aki a színfalak mögött van, aki sok-sok éven át dolgozott azért, hogy elérjen oda, ahol most tart. Többek között ez az egyik célja az előadó estnek. A másik az meg a saját élethelyzet. Ugyanis két kis gyerekem van, és sokkal kevesebb időm van gyakorolni, így viszont nem tudok egy egész estét én kitölteni, és akkor így jött az ötlet, hogy alapból is ezt szerettem volna megvalósítani, és arra gondoltam, hogy akkor most van ezeknek itt az ideje, és azt mutatják az eddigiek, hogy tényleg jól döntöttem. Az előadói estnek Pécsen a Művészetek és Irodalomháza adott otthont. A programról bővebben a Pannon Televízió kulturális magazin műsorában értesülhetnek nézőink. A régió híreivel folytatjuk a híradót. Ünnepélyes keretek között vették át az idei támogatásukról szóló szerződést Bonyhád Sport Egyesületei és civil szervezetei. Filóné Ferenc Szibolya polgármester azt mondta, az önkormányzat igyekszik minden esztendőben olyan mértékben támogatni a civil és sportegyesületeket, hogy ez biztosítsa a zavartalan működés lehetőségét. Megtiszteljük azokat a szervezeteket a városban, akik már hosszú évek óta, sőt, többen hosszú évtizedek óta működnek, és színesítik, gazdagítják a városunk életét, hogy ilyenkor egy picit megállunk, és néhány köszöntő szóval megköszönöm az előző éves munkájukat, és az idei költségvetésből biztosított finanszírozásról a szerződéseket ünnepélyes keretek között adjuk át. A keret, amiről beszélünk, a költségvetési rendeletben lett elfogadva február 15-én, ezt követően pályázatokat írtunk ki a szervezeteink számára, mind a sport, mind a civil szervezetek számára. Ezeket a pályázatokat a benyújtást követően a képviselőtestület elbírálta, és a döntések követően van lehetőség szerződés kötése. A kormányzat az elmúlt 5 éves ciklus alatt a gazdasági válság, valamint a COVID-járvány ellenére emelni tudta a támogatási összegeket. Idén a pályázati keretből a civil szervezetek számára 8 millió forint állt rendelkezésre. A sportszervezetek 32 millió forint pénzjuttatást kaptak. A Bonyhádi BFC ebben az évben 5 millió forintból gazdálkodhat. A támogatás összeg legnagyobb részét azt a nemzetközi kupa szereplésünkre fogjuk fordítani, amely, hát hogyha minden esemény részt akarunk venni, akkor közel 30 millió forintot igényel, úgyhogy ehhez még dolgozunk is az egyéb támogatásokon, hogy ez teljes mértékben összeálljon, és megfelelő szinten tudjuk majd képviselni mind Bonyhádot, mind Magyarországot ezen a nemzetközi eseményeken, ami egyrészt a közép-európai kupa, ahova címvédőként fogunk tudni menni, a strandlabdarúgó bajnokok ligája és a klubvilágbajnokság lenne a magyar eseményeken kívül. A Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége az anyagi forrást a működésük finanszírozására használhatják majd fel. Az idei évben nyilászárókat cserélünk egyes részén a szövetség székházába, és hát gondolom, hogy arra is kell majd, ugye, hogy végül is a munkálatok elvégzése után, hogy azt festeni meg, helyrehozni, úgyhogy valószínű, hogy ezt az összeget erre fogjuk fordítani, tehát működésre, tehát a költségeinkre, illetve ennek a munkának a befejezésére. A település 24 civil szervezete és 14 sportegyesülete kapta meg a szerződéseket. Az idei allergia szezon a meleg időjárásnak köszönhetően az elmúlt évekhez képest korábban kezdődött. Erről és az aktuális betegségekről kérdeztük dr. Schranz Róbert házi orvost. A növényzet által kibocsátott pollenek idén hamarabb jelentek meg a korábbi évekhez képest. Az erre érzékeny betegeknél a tünetek sokkal előbb jelentkeznek, mint ezt korábban megszokhattuk. Ugye a tünetek azok a leggyakrabban a légúti tünetek, ugye az orfolyással, ordugulással járnak, illetve bőr problémák kísérhetnek, és a súlyosabb esetben ugye az asztmára jellemző
tüdőtünetek is megjelenhetnek. Az allergia mellett előfordulnak még vírusok és baktériumok által létrehozott légúti fertőző betegségek is. Ezek azonban járványszerűen jelen pillanatban nem jelentkeznek. Azt kell mondanom, hogy a fiataloknál gyakrabban fordulnak elő ezek a légúti megbetegedések, valószínűleg azért, mert a közösségben gyakrabban fordulnak meg az idősebbek. Azonban jellemző az, hogy a nagymamák is időnként elkaphatják, vagy nagypapák, hiszen az unokák hazavihetik ezeket a kórokat. A hirtelen érkezett tavasz és a nagymértékű hőingadozások sem tesznek jót azok számára, akik érzékenyek a légnyomás és időjárás változásokra. Elsősorban a szív- és keringési rendszer megbetegedésében szenvedőket kell megemlítenem. Őnáluk lehetnek problémák, ugye például a szívnél ugye angina jelentkezése lehet, agyi keringés zavaroknál a szédülés, esetleg vérnyomásingadozások jelenhetnek meg, úgyhogy ezeknek figyelni kell. A házi orvos elmondta azt is, hogy a koronavírus már nem gyakran, de még mindig előfordul, azonban a többi vírusos megbetegedéshez képest nem okoz komolyabb tüneteket, így aggódnunk ez miatt már nem kell. Ez egyrészt az oltásoknak, másrészt a Covid vírus átalakulásának köszönhető. A mezőgazdaság hazai támogatásáról és az elérhető uniós forrásokról is tájékoztatták a gazdákat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Marcaliban rendezett fórumán. Györfi Balázs elnök kiemelte, a vidékfejlesztési programban 2900 milliárd forint áll rendelkezésre, négyszer több, mint az előző 7 évben. Fokozott figyelmet kell fordítani a mezőgazdaságra a mai kihívásokkal teli világunkban, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Marcali Fórumán Móring József Attila, a térség országgyűlési képviselője. Mint elhangzott, a gazdasági mutatók növelése elképzelhetetlen az agrárium sikeressége nélkül. A gazdák nélkül ez nem fog menni. Tehát én, ha a mai fórum kapcsán egy szóban kéne megfogalmazni a célkitűzést, akkor én azt mondanám, hogy partnerség, hiszen együtt kell gondolkodnunk és együtt kell cselekednünk annak érdekében, hogy ezt a hátrányt leküzdjük. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk, nem csak itt az országnak ebben a szegletében, hanem a többi tájon is, de én bízom abban, hogy kellő eltökéltséggel, szakemberekkel és a kormány támogatásával úrrá leszünk majd ezen a helyzeten is. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a Marcali Fórumán az aktuális pályázati lehetőségekről, hazai és uniós forrásokról is tájékoztatták a résztvevő gazdálkodókat. A közös agrárpolitika reformja az egy tervezhető változás, de mondjuk az asszály vagy a háború következtében előállt akár az input, akár az output piacokon megjelenő turbulenciák, azok nem feltétlenül előre láthatóak. Ugye itt az ukrán, az orosz, a dél-amerikai mezőgazdasági termelés átrendeződése, a piaci pozíciók újragondolása, ez nyilván érint bennünket is, és nagyon súlyos, jellemzően sajnos negatív következménnyel jár. Nekünk ezekhez alkalmazkodni kell, nekünk ezekre reagálni kell, és annyiban szerencsés a helyzetünk, hogy itt a változtatási kényszer mellett a változtatásnak az anyagi lehetősége is megvan, hisz Magyarországon a vidékfejlesztési program az a kormányzat aktív közreműködésének köszönhetően egy 2900 milliárd forintos keretösszeggel áll rendelkezésre. Ez négyszer akkora pénz, mint az előző 7 éves tervezési időszakban volt. Ez azért lehet ilyen magas, mert a hazai társfinanszírozás mértéke az 17,5%-ról 80%-ra emelkedett. Vagyis minden 100 forint támogatásból 80 forint hazai forrás, tette hozzá Györfi Balázs, a NAK elnöke. Nagyon sok olyan pályázat lesz, amivel hatékonyságot tudunk növelni, amivel feldolgozottságot tudunk növelni, de nyilvánvalóan, mivel 69 pályázat kerül az idei esztendőben a tervek szerint kiírásra, kis túlzásra szinte mindenre, ami a vidék fejlesztést érinti, lehet az idei esztendőben majd pályázatot benyújtani. Györfi Balázs a közelgő uniós választás fontosságáról is beszélt a Marcali Fórumon. A mi ágazatunk az rendkívüli módon kitett annak, hogy az Európai Unióban a bürokraták milyen döntéseket hoznak, ezért aztán az Európai Uniós választások, a parlamenti választások végkimenetele az a mi ágazatunk szempontjából rendkívüli jelentőséggel bír. Most eldől, hogy a következő esztendőben azok a politikai erők nyernek többséget, akik a gazdákat támogatják és lehetőséget kívánnak nyújtani nekik, vagy maradnak azok hatalmon, akik gazdálkodókat klíma,
felelősöknek gondolják, legyőzendő ellenfélnek gondolják, és úgy érzik, hogy az élelmiszer termelés az egy új hóbort, amire igazából az Európai Unión belül nincs is szükség. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a MAGOSZ legközelebb április 9-én kedden Barcson várja fórumra a gazdákat. Iradónk végén baranyai témáink még egyszer röviden. Ültessünk, hogy élhessünk. Országos faültetési programsorozat része volt Komló is. Buszvárót épített az üzem, bekapcsolódott a közösségi közlekedésbe a Királyegyházi cementgyár. Mentesség kedvezmény, nem mindenkinek kell fizetnie a gépjárműadót. Csak nem 700 nevező a borversenyben, magyarországi németek borainak megmérettetése. Kedden folytatódik a napos fátyolfelhős idő, az esernyőkre továbbra sem lesz szükség. Sokfelé élénk, erős lesz a délies szél, délelőtt 11-23, délután 24-29 fokot mutathatnak a hőmérők. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!